Szevasz, Fúr Sándor vagyok. I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough. 'Cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, 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 ooh. We called it off again last night, but ooh, 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 this time I'm telling you, I'm telling you, we are never, ever, ever getting back. Úgy szoktad ezt mondani, hogy mindenkinek a saját gyerek a legszebb. Falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Medvekövesen 15 évesen vizsgáltak le. És utána mi lett belőle? Foci bíven. Akkor én felállítom, miért mindig kifele? Alá komolyan van. Nézzük már, hogy utólag visszamenőleg, hogy most esett le a tankusz. Hány meccset szartál ellen? Tudod, kinek szurkoltál? A futballnak, nem magamnak. Egyébként szegény öcsi, nyugodjon békébe. Annak idején 94-ben a VB-n megkérdezték tőle, hogy kinek szurkol. Mondta Puskás öcsi, kinek? Magamnak. Jól érezzem magam. Egyértelmű. Tehát azért a játék arról szól, a futball arra van kitalálva, én mindig azt mondom a játékvezetőknek, hogy akkor rak hozzá meccshez sokat, ha a szurkoló legjobban tud szórakozni. Ez erről szól. Az összes maga kínjával, bajával. Neked van egy véleményed. Egy dolog. Nekem van egy véleményem, egy dolog, neki is van egy véleményem. De miért nem cikized a heveset is? De mit cikizek? Gyertek 3-0-ra. Hát most mindjárt rá akarszunk rajtani, akkor tudnám cikizni. Ja, kimondom őszintén, amikor tudtam, hogy jössz a műsorba, akkor gondolkodtam rajta, neki fogok valamelyik könyvedet majd elolvasni. Viszont azok után, hogy itt beszóltál, mert most így már leesett harmadjára, hogy valami milyen meccset csaltam én? Ezt mondjuk azért kikérem magam. Új barátságok kötődtek itt az adásban, kedves nézők. Tévedni, nagyon sokat tévedtem. Nagyon szépen köszönöm Habas Henriknek és Hevesi Tamásnak. Álljunk meg egy mondat. Félreértés volt, én csak ugratni akartalak azzal, hogy itt nagyon cikizel engem. Igen. És ezért mondtam, visszamenek utólag meg kellene nézni, hogy milyen meccseket vezettél nekünk. Mikor megyünk kifelé, már kérheted is ki. Arról szól, hogy egyszer mindennek vége van.